Köszönöm a figyelmességedet, de nem, nincs szükségem semmire. És neked, keresztanyám? Szeretnéd, ha visszakísérnélek a szobádba? Nem, édesem, köszönöm. Federicoval van megbeszélni valom, és addig nem tágítok, amíg be nem fejezzük ezt. De van itt egy kis szemét a szobában. Akarja, hogy kivigyem? Igen, tedd meg, légy szíves. Szíves örömest. Hallgass! 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 Gyere velem! Hogy békén! Mozogj! Mozogj már! Ereszel! Te cafka! Te nem ismersz sem Istent, sem embert! Nem tiszteled sem a férjedet, sem Szenyóra Krisztinát, aki befogadott a házba! Azt az életemmel, amit akarok! És semmiféle koszos cseléd nem fog ítélkezni felettem, he? Foglalkozz a magad dolgával, és hagyj engem békén! Szégyentelen képmutató! Neked aztán van bőr a képen! Hallgass már! Te fattyú! Csak nem képzeled, hogy kioktathatsz engem azok után, hogy beismerted, hogy beleszerettél a férjembe. De az én szerelmem nem hasonlítható a tiédhez, ez tiszta! És nem érdemled meg, mert egy utolsó léhanő személy vagy! Fogd már be a szádat! Hagyd békén! Takarodj innen! Elég volt! Kifelé! Higgadjatok le! Meg foglak ölni! Várjad a kár! Bevelem a kopára! Helyezzétek be! Engedj el! Miért veszekedtek? Magyarázatot kér! Ez a cseléd! Ütni kezdett, és meg kellett védenem magam. Nem vagyok a cseléded! Elegem van belőle, el akarok menni innen, még ma! Na igen! Igen, megütöttem, de csak miután pofon vágott. Én próbáltam megvédeni magamat. Jól van, védj csak meg magad, ha tudod. De most azonnal mondd meg Carlos Manuelnek, hogy mi váltotta ki ezt a heves vitát közöttünk. Gyerünk! Gyerünk, mondd csak el! Mondd el! Gyerünk, mire vársz még? Mondd meg a férjednek, hogy mi is történt valójában. Hallgatlak, Deborah. Kérlek, ne hozz ilyen helyzetbe, Carlos Manuel. A feleséged vagyok. Mondd csak, miért hiszel sokkal inkább egy cselédnek? Hát nem bízol meg bennem? Nem bízom meg benned. Éppen ezért akarom hallani, bármi legyen is az. Beszélj már végre!